Napjaikat ünneplik október 19 és 25-e között Szallós Ferenc, Madaras Rákhel, Butyka János. A következő verssel köszöntjük kedves ünnepeltjeinket. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg betegeinkről. Nagy Magda, Butyka János, Czolja Erzsébet, Restesán Ibolya, Márton Erzsébet. Számukra is készítettünk egy bátorító igét. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugasztalak titeket. A Dingrizo Pentru Tine projekt új orvosi felszereléseket szeretne beszerezni, pontosabban egy ultrahang gépet. Aki ebből a célból szeretne adományozni, az tüntesse fel a borítékban. A következő szombattól kezdve a szombat délutáni istentisztelet 4 órától fog kezdődni. Megkérjük azokat a személyeket, akik a hálaadási ünnepére zöldséget, gyümölcsöt szeretnének hozni, csütörtökig hozzák el, hogy legyen idő szombatra elrendezni. Akik szeretnék anyagilag támogatni a jótékonysági konyha működését, adományokat borítékban beadhatják, feltüntetve az adomány célját. A délutáni alkalommal sorra kerül az egyetemisták bemutatására is. Ezen az alkalommal részünk lesz egy koncertben is, a Crescendo együttestől. Erre az alkalomra is sok szeretettel várunk mindenkit. Most, amíg a szolgálattevők bevonulnak, elénekeljük énekeskönyvünk 5-ös számú énekét, első versszakát. Szükségünk van a te szent lelkedre, hogy ihlessünk engem, hogy legyen az egész hallgatósággal, legyen az igével, és kérünk minden egyes programszámot áldjál meg, és a te jelenléteten légy itt mi közöttünk. Mindezeket kértük Jézus Krisztus nagy és szép nevében. Amen. Sok szeretettel köszöntünk minden jelenlevőt a délelőtti órában. Meghívlak, kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük a 151-es számú éneket az Ötös Adventi énekeskönyvből. 151.
Amen. Mindazok, akik tehetik, leborulunk az Úr színe előtt. Mennyei jó atyánk, hálával borulunk le színed előtt. Megköszönjük neked, hogy újból itt lehetünk Szentházadban. Köszönjük, hogy a kapui még mindig tárva állnak előttünk, és köszönjük, hogy együtt lehetünk, így békességben. Köszönjük neked, hogy velünk vagy szereteteddel, és kérünk szépen, segíts meg ezen a mai napon, hogy befogadjuk ígédet. Légy a szószólóval, légy velünk a szíveinkkel, és nyisd meg őket. Kérünk, segíts meg, hogy szeretetben élhessünk egymással, és add, hogy a te neved dicsőségére éljünk minden egyes pillanatban. Köszönjük, hogy meghallgatod imáinkat, és mindig megsegítesz. Az Úr Jézus szent nevében kértünk mindezekre. Amen. Amen. Talán felmerül önökben a kérdés, amennyiben a tized szent használható-e jótékonykodásra, keresztény nevelésre vagy a gyülekezet felújítására? A tized rendeltetését nem az egyház határozta meg, ez már előbb meg lett határozva a Szentírásban. Lévi fiainak örökségül adta minden tizedet Izraelben. Szolgálatukért való osztályrész ez, amelyel a gyülekezet sátrának szolgálatát végzik. A tizedet kizárólag a léviták eltartására használták, hogy azok teljes életüket Isten törvénye tanításának szenteljék, továbbá a templomi szolgálatnak és a nép nevelésének. A tizedet nem vitték közvetlenül a lévitáknak. Az összes tizedet begyűjtötték az Úr tárházába, ahonnan méltányosan osztották el. A hetednapi adventisták is ezt az elvet alkalmazzák, így minden lelkész ugyanakkor a fizetést kap, függetlenül a pásztorolt gyülekezetek lehetőségeitől. Nem tudjátok, hogy akik a templomi szolgálatokat végzik, a szent helyről táplálkoznak, és akik az oltár körül forgolódnak, az oltárról részesednek? Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Ellen White mondja, hibát követtek el, ha a tizedet különböző magukban véve helyes célokra fordítjátok, de amelyek nem azok a célok, amelyekről az Úr megmondta, hogy a tizedet fordítanunk kell. Akik így használják föl a tizedet, eltérnek az Úr rendelésétől. Isten ítélni fog ezekért a dolgokért. Ez nem azt jelenti, hogy nem kellene segíteni a szükölködőket, támogatni az adventista nevelést, vagy az imaházak felújítását. Ezekre a célokra Isten az adományokat rendelte, nem a tizedet. Most, amikor visszaadjuk a tizedet és az adományokat, tegyük félre vágyainkat, Isten legyen az első. A mai adományok a gyülekezet költségvetését támogatják.
Mennyi drága édesatyánk, megköszönjük te néked ezt a csodálatos szép szombatot, köszönjük Amen. Azt, hogy a te lábaidnál lehetünk, és Amen. Köszönjük a te kegyelmedet és a jóságodat irántunk. Amen. Köszönjük, hogy te megáldottál, úgy anyagi javakkal, úgy lelki javakkal is, és kérünk, hogy te úgy használd fel, hogy a te munkád előre legyen téve, Amen. És azoknak, akiknek szükségük van rá, azoknak tudják felhasználni. Kérünk, hogy továbbra is te légy velünk, légy te az egész program alatt, légy te az ige szólóval, adjad, hogy olyan szavakat szóljon számunkra, amelyek a mi lelki növekedésünket szolgálja, és hogy nap mint nap téged tudjunk követni, és téged tudjunk választani. Köszönjük, hogy meghallgatsz, mert mindezeket a drága Jézus szép nevében kértük. Amen. Amen. Thank you.
Turmezei Erzsébet verse, a harmadik. Valamit kérnek tőled, megtenni nem kötelesség. Más mond a jog, mást súg az ég. Valami mégis azt kívánja mondani, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat. Valakiért még egyet kellene, de tested, véred, lázad. Majd máskor nyugtat meg az ész, és a józanságra int, de egy szelind hang assugja megint. Tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél, joga nincs hozzá, nem érdemli meg. Tán összetörte a szíved, s az ész azt is súgja. Minek? De Krisztus nyomorog benne, és a szelíd hang halkan újra kérlel. Tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, diktálhatna, vonhatna, vihetne. Lehet, elégnél hamar. Valóban esztelenség volna. De a szíved békességről dalolna, s míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet. Amen. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen délelőtti alkalommal, ifjúsági programon, de meghívlak, hogy legyünk ifjak az egészen. És énekeljünk együtt még egy éneket, az ifjúsági énekeskönyvből. Egy éneket, amely a témával is talál, a ma reggeli témával, és köszönöm az éneket, amit énekeltetek, nagyon jó volt. És olyan szépen mondta annak az éneknek a szavai, annak az éneknek a refrénje, hogy bűnös szívemet átadom, bűnös életemet átadom, te neked, Istenem. Gyertek, énekeljük együtt még az ifjúsági énekeskönyvből, és megkérem a technikusokat, hogy vetítsék ki a 43-as számú éneket, válasszatok. Válasszatok, addig, míg tart a ma, hogy ki legyen a ti szíveteknek ura.
vagy szeretni kell. A gyermekkori napjainkban valahogy azok a napok tetszettek, amikor elkezdtünk számolni 95, 96, 97, 99, 98, 99, 100, aki bújt, aki nem megyek. Egy olyan gyerekkori játék volt ez a bujócskázás, és annyira tetszett nekem, és annyira örültem, mikor összetudtunk gyűlni páran, és na most egy jót bujócskázunk. És lehet, hogy még most is sokan szeretjük ezt a játékot. És főleg a gyerekek, a kisgyerekek szeretik ezt a játékot. De még mi felnőttek is. Ott voltunk egy nap az egyetemnek a könyvtárában, és egész nap írtunk, egész nap elvoltunk, és egy este azt mondtuk, te milyen jó lenne egy bujócskázás. Félig meddig sötét volt már, és elkezdtünk a könyvek között, ott a polcok között egyet bujócskázni. És higgyétek el nekem, hogy olyan kellemes volt. Nem tudom, hogyha valaha bujócskáztatok, vagy szeretitek ezt a játékot egyáltalán. De néha még mi felnőttek is szokunk bujócskázni. Csak az, ami megfélemlít, és ami úgy megijeszt akkor, amikor bujócskázunk, az az, hogy általában mi bujócskázunk Istennel. És a mai alkalomnak ez a címe, bujócskázunk Istennel. Szép a játék. Szép az, amikor kapsz egy jó búvóhelyet, és nem kap meg senki. És mindig te vagy a nyertes. De valahogy úgy látom, hogy van az életben kétfajta bujócskázás. Akkor, amikor játszunk, amikor boldogan elbújunk, és jól érezzük magunkat, és a második alkalom az az, amikor szomorúan valahova visszahúzódunk, hogy ne lásson senki, ha lehet Isten se, ha lehet az emberek se, és akkor ottan busulunk, és próbáljuk az emberek elől eltenni azt, és Isten elől elbújtatni azt, amit ő akárhogy lát. Az Istennel való bujócskázás az egy olyan, mint amikor a kisgyerek ugye elbújik az oszlop meg, és azt hiszi, hogy nem látott többet. Elbújik, és behúzódik az édesanyja mögé, és azt hiszi, hogy na most milyen jobb búvóhelyet kapott, és nem láss őtet senki. Vagy a szoba közepére csak egy pokrocot húz magára, és azt hiszi, hogy na most ő a legjobban el van bújva. Megkapta a legjobb helyet. Vagy bebújik az asztal alá, a szék alá, de őrül annak, mert tudja, hogy egy játék. De mennyivel inkább szomorúbb az az alkalom, amikor eltörtél egy vázát, amikor bejöttél a házba, lehet piszkos cipőkkel, és összemocskoltad az új szőnyeget, vagy megütötted a kocsit, vagy elvesztettél egy nagy pénzösszeget, valójában az Istennel való bujócskázás az fájdalmas. Az nem boldog alkalom. Mert akkor, amikor elbújunk a szekrénybe, az ágy alá, a pokroc alá, vagy bárhova, akkor nem azért bújunk el, mert valami jót tettünk, és mert játszodunk. Hanem azért, mert tudjuk, hogy valami olyan tettünk, amit nem kellett volna. A Biblia már az első könyvében arról beszél, hogy az első emberpár megpróbált elbújni Istentől. Meghívlak
Lapozzuk a Szentírást, Mózes első könyve, 3. fejezet, és a 6. és 7. versét olvasom. És lát az asszony, hogy jó az a fa eledelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességre, szakaszta azért annak gyümölcséből, és evvék, és ad a vele levő férjének is, és az is evvék. És megnyilatkozának mindkettőknek szemei, és észrevevék, hogy mezítelenek, fügefa leveleket aggatának azért össze, és körülkötötték csinálatnak magoknak. És a 8. vers azt mondja, és meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala, és elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái közé. Isten adott egy törvényt, adott egy parancsolatot. Bármilyen fáról, ami van, vehetsz és ehetsz. Tehetsz bármit, egy dolgot ne tegyél. És az ember megteszi pont azt az egy dolgot. És tudja, hogy nem jó. És ugye egyből minden megváltozik. És hirtelen arra jönnek rá, hogy most mezítelenek. Hogy na, most többet így nem találkozhatunk Istennel. Következik a reggel, és valami menedéket kell találjunk. És elrejtőznek. Elbújnak Isten elől. És mintha el tudnám képzelni azt a beszélgetést, ami Ádám és Éva között történt ott. Na gyere gyorsan lássuk, melyik az a fa, amely mögé el tudunk bújni. Gyere lássuk, hol van az a hely, ahol Isten most nem fog megtalálni minket. Akkor a butaság elbújni Isten elől. És elbújni pont az ő kertében. Pont azok között, a fák között bujkálni, amiket ő maga teremtett. Azok a fák között bujkálni, amiket ő maga tett oda, és szabta meg a helyüket. Kapni egy olyan fát, amely mögé elbújni Isten kertjében lehetetlen. És Ádám és Éva mégis azt mondja, most milyen jót fogunk bujocskázni egyet Istennel. Most Isten nem fog rájönni arra, hogy mit tettünk. Isten nem fogja tudni, mert elbújtunk, megváltoztattuk a dolgokat, másra tereljük a figyelmet, valójában a figyelem azon van, hogy Urunk, nem tudjuk, hogy, mint, de úgy láttuk, hogy mezítelenek vagyunk, és nem találkozhattunk veled. Az Istennel való bujócskázásban mindig Isten a nyertes. Mindig Isten meg fog találni. És jön Isten, és lássa azt, amit Ádám, és tudja azt, amit Ádám és Éva tett. És úgy lássa, hogy hova bújtak. Átlát azon a fán, ami mögé elbújtak. És mégis úgy tesz, mint az a szerető édesapa, aki tudja azt, hogy a gyerek ott van az ágyba a pokroc alatt. És keresi. És megkérdi. Hol vagy? Hol vagy? Nem mert nem tudta volna, hogy hova bújt. Nem mert nem látta volna. Hanem azért, mert felszerette volna ébreszteni Ádámot és Évát. Hanem azért, mert el szerette volna mondani, hogy nincs a világon egy olyan hely, ahova el tudnál bújni Istenet. Nincs egy olyan hely, ahol a bűn ne látszódjon ki. Ez
rá akarta venni Ádámot arra, hogy ő maga jöjjön rá, hogy mekkora ostobaság bujocskázni Istennel. És Ádám megpróbálja elmagyarázni, tudod, hallottam szavadat a kertben, megfélemlettem, és láttam azt, hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Bebújtam az asztal alá. A fa mögé. Kedves fiatal barátaim, drága testvéreim, vajon mit teszek én, és mit teszel te, akkor, amikor tudod, hogy valami olyant követtél el, amiről Isten azt mondta, hogy ezt ne tedd. Amikor tudod azt, hogy a puskázás az lopás. Amikor tudod azt, hogy Isten tiltja, hogy kívánd azt, ami a fele barátodé. Vagy hogy elvedd és magadivá tedd azt, ami az övé. Mert az ugyancsak lopás. Vagy amikor tudod azt, hogy a te tested az Úrnak temploma, és az Úr azt tiltja, hogy kárt okozzál annak. És te mégis cigarettázol, alkoholt használsz, vagy olyan dolgokat viszel testedbe, amiket nem kellene. Amikor ő tudod azt, nagyon jól, hogy nem szabad. De mégis megkapod a pad alatt azt a legjobb helyet, ahol nem lát senki. Megkapod azt az egyedül létet, amikor nem érzi senki azt a szagot, és utána egy marék rágógumit. Vagy egy olyan idegen helyen, ahol azt gondolod, hogy nem ismer senki, nem lát senki, jól leiszod magad, mert hát nem tudja senki. És nem csak a fiatalokról van itt szó. Nem csak ők azok, akik ártanak, és akik olyan dolgokat tesznek, amiket Isten megtiltott. Mi is néha olyan dolgokat teszünk, amikről tudjuk, hogy károsak. És Isten azt mondta, hogy ne tedd. De kapunk egy messzi helyet, ahova elbújunk, és ahol azt hiszük, hogy na most ott biztonságban vagyunk. Ádám és Éva kapott, biztos, hogy nagyon sok fa volt az édenkertben, és megkapta a legjobb fát. Biztos megkeresték a legnagyobb fát, ami mögé elbújtak. Mert azt mondja a Szentírás, hogy elbújnak az Isten elől a kert fái közé. De olyan valakivel bujocskázunk, aki teremtett mindent. Aki lát mindent. Aki tud mindent. Akkora ostobaság bujocskázni Istennel, drága testvéreim, kedves fiatalok. Mert állandóan veszíteni fogunk. Nem leszünk nyertesek soha. Ez egy olyan játék, amikor csak állandóan veszítsz. Van a Szentírásban sok más példa, és még szeretnék foglalkozni egyel ezen délelőtti percekben. Amikor az emberek azt hitték, hogy a bujocskázás, hogy elbújni Isten elől, az egy remek ötlet. Hogy van mégis egy olyan hely, ahol Isten nem lát. Tudjátok, hogy Dávid is bujocskázott Istennel? És nem csak Istennel bujocskázott Dávid, hanem az emberekkel is. Azt hitte, hogy a bűne
az soha nem fog látható válni. Ha ő elrejti a bűnét az emberek elől, akkor Isten színe is elől is el van rejtve. És az emberekkel tudunk bujócskázni, és az emberekkel néha, az embereknek az eszén néha átlátunk, és kapunk egy olyan helyet, ahol nem látnak meg. Mert elköltözünk egy messzi országba, elköltözünk, és különböző dolgokat talál ki az ember, hogy elbújjon az emberek elől. De nem fogunk tudni elbújni Isten színe elől. És Dávid, Sámuel könyve második fejezet, 11. versében fel van jegyezve ez a történet. Sámuel második könyve 11. fejezet 3. versével kezdődően azt mondja, hogy Dávid az első két versben, Dávid lássa azt, hogy van ott egy szép asszony az ő közelében. És azt mondja, hogy elküldi Dávid, hogy tudakozzák meg, hogy arról az asszonyról, hogy tudakozzanak az asszony felől, és mond egy ember, nem, de nem ezé a Betsabé Éliámnak leánya, a Hiteus Uriás felesége. És itt ez a történet meg kellett volna, hogy álljon. Itt ennek a résznek vége kellett volna legyen. Ennyi. Érdeklődött, tudta, hogy van férje, tudta, hogy egy házasasszony, itt meg kellett volna álljon a dolog. Tudta azt, hogy az Úr mit mond a paráznaságról. De Dávid azt mondja a Szentírás, hogy követeket küldöd, elhozatá őt, ki bemenni ő hozzá, és vele hála, mikor az ő tisztáltalanságából megtisztult, és annak után visszamenné az ő házához. Nem számít. El tudom én rendezni. Tudta nagyon jól Dávid, hogy bűnt követel. Tudta nagyon jól Betsabé, hogy bűnt követel. És azt mondja a Szentírás az 5. versben, hogy is fogad a méhében az asszony, és elküldvén megizeni Dávidnak, ilyen szóval teherbe estem. Most baj van. Milyen megoldást tudunk találni? Mert ha megtudja a férjem, akkor te is, és én is meghalok. Itt vége mindennek. Mert Mózes 3. könyve, és ha odalapozzuk a Szentírást, Mózes 3. könyve 20. fejezet, a következőképpen mondja. És Dávid nagyon jól tudta. Ha valaki más ember feleségével paráználkodik, mivel hogy az ő fele barátjának feleségével paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi és parázna nő. Mit teszünk? Meg fogunk halni. Kapj egy megoldást. Hogyan próbáljuk elrendezni ezt? És Dávid elkezdi próbálgatni a dolgokat. Lássuk, mi az első dolog, ahogy el tudom rendezni ezt? És azt mondja, megvan a megoldás. Hazahozom Úriást a harcmezőről, és ráveszem arra, hogy bemenjen az a feleségéhez, vele háljon, és nem fogja megtudni soha senki, hogy a ki a gyermek. Ilyen könnyű. Király vagyok, megtehetem. És haza is hozassa ezt az embert, azt mondja a Szentírás, a 8. versben, és mondd a király, menj haza, és mosd meg lábaidat, kimenve pedig Uriás a királyházából a király ajándékot küld utána. Uriás azonban lefeküvő a király palota bejárata előtt, az ő urának minden szolgáival, és nem menni maga házába. És próbálja Dávid elrejteni azt, amit tett. Próbálja betenni a bűnt a prés alá.
És azt hiszi, hogy ha elrejti az emberek elől, és nem fognak az emberek rájönni arra, hogy az az ő gyermeke, és nem pedig az Úriási, akkor Isten sem fogja meglátni. És így bujocskázik Úriással is, az emberekkel is, és bujocskázik Istennel is. És szólnak Dávidnak, figyelj király, ez az ember nem ment haza. És azt mondja ez az ember, hogy király, engem a lelkiismeretem nem enged, hogy bemenjek, hazamenjek és őrüljek. Mikor tudom, hogy az én fele barátaim ott vannak a csatán, és küzdenek. Annyira hűséges ez az ember Istenhez, nem Istenhez, Dávidhoz, az ő urához, és annyira hűséges ahhoz az elhíváshoz, hogy azt mondja, én nem megyek be, én nem megyek haza. Én itt ülök. És lássa Dávid azt, hogy nem mennek a dolgok. Hogy próbálja betenni valahova oda a bűnt, jól elásni, de nem úgy történik, ahogy szeretni. Mert nem engedelmeskedik ez az ember. Még a királynak se. És utolsó sorban egy olyan dolgot tesz Dávid, amivel azt hiszi, hogy na most biztos el tudom tüntetni a bűnt. Most azt hiszi, hogy ez a legjobb megoldás. Azt mondja, hogy a Szentírás, hogy megviradván pedig levelet ír a Dávid Joábnak, mert Úriástól küld el, és ír pedig a levélben mondván, állassátok Úriást legelől, ahol a harca leghevesebb, és háta mögül fussatok el, hogy megölettessék, és meghaljon. Nem baj. Nem tudtam elrendezni így, van egy második terv, de valahogy csak elbujocskázom én a dolgokat. És elküldi az üzenetet Joábnak, hogy állítsák Úriást az első helyre, hogy tudja azt, hogy biztos megszabadult tőle. Hogy tudja azt, hogy Úriás biztos nem fogja megölni. És Úriás elmegy, és elviszi az üzenetet, nem tudja, hogy mi áll benne, abban a levélben. Odaáll, oda teszik a harcmezőre, az elsőbb helyekre. Meghal, és jön a hír, hogy Úriás meghalt. És olyan jól bujocskázik Dávid Úriással, hogy Úriás meghal, és soha nem tudta meg, hogy az ő feleségének gyermeke lett Dáviddal. Olyan jól elrendezte Dávid a dolgokat, és azt hitte, hogy így most nem jön rá Isten se arra, amit ő tett. És azt mondja a Szentírás a 26. versben, Sámuel második könyve, 11. fejezetben, hogy meghalá pedig Úriásnak felesége, hogy meghalt Úriás, az ő férje, és síratá az ő férjét. De ott van Dávid, aki őrül, és azt mondja, és mikor a gyászolásnak ideje eltelt, érette küldi Dávid, és házába vitheti őt, és lőn neki felesége, és szüle neki egy fiat. De ez a dolog, amelyet Dávid cselekedett, nem tetszik az Úrnak. Dávid azt hiszi, hogy na most, ha nincs többet Úriás, nem fogja senki megkérdezni, hogy most ki a gyermek. Eddig még fent állt az a lehetőség, hogy ha nem hasonlít az apjára, akkor megkérdőjelezik, hogy
Vár, mert nem hasonlít az apjára. De most nem fogják megkérdezni. És nyert Dávid az emberekkel való bujocskázásban. De ő tovább bujocskázott Istennel is. És azt mondja a Szentírás, hogy ez nem tetszett az Úrnak. Mert ha Dávid azt hitte egy percig, vagy több percig, hogy az Úr nem látja, és ha most ő így elrendezte az emberekkel, akkor az Úr előtt is el van rendezve. Az Úr küld neki egy üzenetet Nátán proféta által, és azt mondja, hogy barátom, hiába próbálkozol. Barátom, az, amit tettél, az téves. Nincs hova elbújni Isten elől. Nincs egy olyan fa, ahova el tud rejteni a bűnödet, és Isten ne lássa meg. Nincs egy olyan szekrény, nincs egy olyan ház, ahova be tud rejteni, el tud rejteni életedet, és Isten ne lássa azt. A 12. fejezet 9. versében azt mondja, hogy miért vetetted meg az Úrnak beszédét, olyant cselekedve, amely utálatos ő előtte. Tudtad, hogy utálatos az Úr előtte ez, amit teszel. Miért tetted ezt? És miért próbáltad ezt elrejteni? Most azért, Ne távozzék el a fegyver soha házadból, mivel megutáltál engem, és a hitteus Úriás feleségét elvetted, hogy feleséged legyen. Megutáltál engem. Bujocskázást játszottál. És azt hitted, hogy el tudsz bújni. Miért cselekedtél titkon? Azt mondja az Úr a 12. versben, mert te titkon cselekedtél, de én az egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem azt. Te titkon, de én az egész nép előtt. Mennyire el volt rejtve Dávidnak a bűne, annyira nyilvánvalóvá és annyira világossá teszi az Úr a bűnnek következményét. A büntetést. És Dávid mégis megtér és felismeri azt, hogy tényleg bűnt követtem el, habár elrejtette és bujocskázást játszott az emberekkel és Istennel, mégis elmondja a Szentírás azt, hogy Dávid felébred, és Isten elé ment az ő bűnével, bűnbánattal. És elmondja azt, Uram, vétkeztem ellened, bűnt követtem el. És ez lenne a helyes hozzáállás a dolgokhoz. A Zsoltáros az ő könyvében és Dávid valójában leírja azt, hogy a 139. Zsoltárban, hogy Dávid elmondja, hogy nincs egy olyan hely, ahova el tudnák rejteni valamit, vagy magamat is Isten elől. Azt mondja a 139. Zsoltár 7. és 8. verse, hogy hova menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Nincs hova menjek.
És Dávid rájön arra, hogy ostobaság bujacskázni Istennel. Mert akkor, amikor Istennel bujacskázunk, valójában nem teszünk mást, csak próbálunk elrejtőzni Isten kegyelme, Isten szeretete és Isten befogadása elől. Tudjátok miért? Mert a Szentírás azt mondja a János első levelében, az első fejezet 9. versében, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ő hű és igaz, hogy megtisztítsa bűnömet, hogy megtisztítsa életemet. De akkor, amikor próbálok bujocskázni vele, amikor én azt mondom, hogy Uram, én elbújok. És megvan az emberben ez az emberi természet, hogy mikor valami olyant követ el, ami nem jó, akkor elbújik. De Isten azt mondja, gyere. Gyere én hozzám. Akkor találunk egy megoldást. Kedves testvérem, drága fiatal barátaim, Jézus Krisztus mindannyiunkat hív ma, és választás elé tesz. És azt mondja, hogy választhattuk azt, hogy bujocskázunk vele. Választhatod azt is, hogy egy olyan helyet kapj, ahol úgy gondolod, hogy nem lát. Választhatod azt, hogy puskázzál, hogy cigizzél, hogy alkoholt használj, vagy bármilyen más dolgot, ami árt. De azt szeretné, hogy ne bújj el. Ő azt szeretné, hogy eléje jöjj ezen reggelen, és elmond neki azt, hogy Uram, bűnös ember vagyok. Egy gyarló ember vagyok. És nélküled minden hiába való. Bujocskázni tőled ostobaság. Lehet, hogy fog menni az emberekkel való bujocskázás. Lehet, hogy fog menni a szülőkkel való bujocskázás. Lehet, hogy el tudjuk rejteni a gyülekezettől a dolgokat. De Isten elől nem fogjuk tudni elrejteni őket soha. Mert nincs egy olyan oszlop az életben, nincs egy olyan fa, mint az édenkertben, ahol az ember el tudna bújni, és Isten ne találja meg. Ádámot is, Évát megtalálta. Dávidot is megtalálta. Jónást is megtalálta. És sorolhatnám. És ma reggelen megtalál engem is, és téged is, ha bújdosunk. Az Istennel való bujocskázás, és szeretném, ha ezzel a gondolattal maradnánk, nem más, mint az, hogy bujocskázni, és elrejteni saját magunkat az ő szeretetétől, az ő elfogadásától, és az ő megbocsátásától. Segítsen az Úr mindannyiunkat, hogy ne bujocskázzunk vele, hanem nap mint nap keressük őt, és találjuk meg az ő kegyelméből. Ámen.
Köszönjük szépen a kórusnak a szolgálatát, a verset és Dánielnek a hozzánk intézett szavakat. Zárjuk Isten tiszteletüket, és énekelni fogjuk a 346-os számú éneket az Üdvös Adventi Énekeskönyvből. Az ének és ima után helyet foglalunk, és meghallgatunk még egy kórus számot. Mennyben lakozom, mennyi édesatyánk. Hálásak vagyunk te néked azért, hogy ezen pillanatokban érezhetjük a te jelenlétedet itt mi közöttünk. Köszönjük azt, hogy te beszélsz hozzánk, és köszönjük azt, hogy te felhívod a mi figyelmünket arra, hogy téged keressünk, és te hozzád menjünk a mi életünkkel. Kérünk, Urunk, bocsásd meg azokat a napokat, amikor bujócskázást játszottunk veled. Bocsásd meg, Urunk, azokat az alkalmakat, amikor úgy gondoltuk, hogy el lehet rendezni nélküled is a dolgokat. Most kérünk, hogy a te szent lelked lakozzék a mi életünkben is ad, hogy nap mint nap keressük a te orcádat. Kérünk, Urunk, a te szent lelked által maradj evel a közösséggel. Adj nekünk egy kellemes időtöltést, és hadd, hogy ha megegyezik ez a te akaratoddal is, délután is visszatérjünk ide a te házadban, azért, hogy a te ígét körülöljünk. Éreztesd a te áldásodat, és a te szombatnapnak szépségét azokkal is, akik nem jelenhettek meg ma itt, bármer is lennének, betegekkel, árvákkal vagy szegényekkel. Köszönjük, Urunk, hogy te nem feledkezel meg róluk se, és nem feledkezel meg rólunk se. Letesszük életünket kezedbe, maradj velünk továbbra is, és addig is, amíg te eljössz az égnek felhőjén, mert Jézus nevében kértünk. Amen.
Istenek igéjét olvasom János első leveléből, második fejezet első két versét. Én, fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Amen.